A régi hagyomány a karácsony előtti teremlabdarúgó torna Nyíregyházán. Ebben az évben a Tiszavasvári úti sportcentrumba várják a sportolókat és az érdeklődőket. 4 megyéből 32 csapat vesz részt, az indulók fel a nyíregyházi kispályás bajnokságból nevezett a kupára. Most bajnoki szünet van a nagypályás csapatoknál is, eljönnek olyan játékosok, akikre azért még felfigyelnek a nagypályán játszók közül, és ugye a spillerek a kispályáról is eljönnek erre a rendezvényre, és igazi foci csemegét láthatnak itt. Ez korábban mindig karácsony előtti hetekben volt, most egy picit terem probléma miatt előrébb hoztuk egy héttel, és én bízom benne, hogy most is ugyanolyan jól fognak szórakozni, és ugyanolyan kitűnő parkettművészeket fognak látni, akik kilátogatnak 8-án, 9-én és 10-én a Tiszavasvári úti Zrínyi sportcsarnokban. A kupára Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mellett Hajdúbiharból és Borsod-Labolcs-Zemplén megyéből is érkeznek csapatok. A legmesszebbről a csákváriak jönnek Nyíregyházára, ők mintegy 300 kilométert utaznak a győzelem reményében. A névadó támogató fontosnak tartja a tömegsport támogatását, ezért is áll évek óta a kezdeményezés mellé. Szövetkezeti hitelintézetek vagyunk, és valamilyen szinten ez különböztet meg bennünket a kereskedelmi bankoktól, hogy azért a helyi közösségeknek, akik egyben ügyfeleink, közvetlenül vagy közvetve azért visszaszoktunk juttatni, és így ennek a rendezvények a támogatása egy közvetlen eszköze ennek, hogy valamilyen szinten a sportszerető családokat, akik egyben ügyfeleink is, tudjunk valamilyen szinten visszajutatni, kvázi megköszönni nekik, hogy minket vesznek igénybe pénzügyi szolgáltatásaikat illetően. A teremlabdarúgó torna pénteken délután kezdődik, a döntőt vasárnap este 6:30-tól tartják. A 32 csapat 8 darab 4-es csoportban vág neki a küzdelmeknek, az első két helyezett egyenes kieséses rendszerben menetelhet a döntő felé. A kupa pénzdíjas, az első helyezett csapat 200 000 forintot nyer.